Jó estét kívánok mindenkinek! Úgy tűnik, mintha más lenne a hangulat, mint mikor legutóbb találkoztunk. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit! Ma a magyarok győztek, és ma Magyarország győzelmét ünnepeljük, itt Hódmezővásárhelyen és Makón is, mert megtanultuk, és most mindenkinek megtanítottuk, hogy azért a víz az Úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni azoknak a makói és hódmezővásárhelyi polgártársaimnak, akik több mint 71,5%-ban vettek részt ma ebben a választókerületben a választáson. Ez megkérdőjelezi ennek a győzelemnek, megkérdőjelezhetetlenné teszi ennek a győzelemnek az értékét. Ma a demokrácia ünnepét ültük, ezért szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, és szeretnék gratulálni mindenkinek, aki elment szavazni, jól döntött, hogy részt vett, és nem hagyta, hogy más döntsön a feje fölött. Szeretném megköszönni azt a 28.599 szavazatot, amit kaptam. Ennyi szavazat volt a 96,7%-os földolgozottságnál, még valószínű, hogy valamennyi jön hozzá. 2014-ben 20.792 szavazattal nyertem el a választópolgárok bizalmát, most pedig 28.599-el. Mindenkinek köszönöm nem csak a kitartást az elmúlt 4 esztendőben, hanem azt is, hogy újabb támogatókat tudtunk szerezni a közös munkához. Szeretném azt is elmondani, hogy akik ma ránk szavaztak, azok megvédték a hazájukat, megvédték Magyarországot. Hála és köszönet, hogy garantálják ennek az országnak a biztonságát és a jövőjét, hiszen nem Lázár Jánosról döntöttek, nem Orbán Viktorról döntöttek, hanem Magyarország jövőjéről döntöttek, amiért köszönettel tartozunk mindannyiuknak, akik támogatták a Fidesz-KDNP jelöltjeit a 2018-as parlamenti választások alkalmával. Tekintettel arra, hogy nem könnyű hetek állnak mögöttünk, szeretnék néhány köszönetet is elmondani. Mindenek előtt szeretném megköszönni a családomnak, a feleségemnek és a gyermekeimnek, hogy kitartottak mellettem. Zitának üzenjük, hogy a kalács után most már a rétes következik. Szeretném megköszönni a szüleimnek, akik a háttérből és titokban támogattak. Különösképpen szeretném megköszönni Orbán Viktornak, akinek gratulálunk innen Hódmezővásárhelyről és Makóról a választási győzelméhez. És tekintettel arra, hogy a politikai pályafutásom legnehezebb csatáját vívtam és győztem mag meg, ezért szeretném neki személyesen is megköszönni a támogatást és a bizalmat, amit tőle kaptam. Szeretném megköszönni a szülővárosomnak, Hódmezővásárhelynek, különösképpen azért, mert február 25-én revansot vettünk, és szeretném megköszönni annak a városnak, ami befogadott, és ahol otthonra leltem, Makó városának. Szeretném megköszönni a makóiaknak, szeretném megköszönni a makóiaknak, akik támogattak, hittek bennem, elfogadtak, és kitüntető bizalmukban részesítettek. Szeretném megköszönni a választókerületem 19 településéből annak a közösségnek, ahol legtöbben szavaztak ránk. Királyhegyesen a leadott szavazatok 75,7%-át kaptuk meg. Szeretném megköszönni azoknak a barátoknak, akik az utóbbi hetekben és hónapokban mellettünk álltak. Különösképpen szeretném megköszönni azoknak a fideszes aktivistáknak, akik több százan küzdöttek velünk Magyarország függetlenségének megvédéséért, és akiket ebben a csapatában csapatkapitányként Szél István vezetett.
és hálás vagyok azért, hogy 16 éve együtt dolgozhatunk, és hálás vagyok azért, hogy a munkában én is részt vehettem az elmúlt hetekben a választási kampány során, és úgy ítélem meg, hogy sikerült jó néhány választópolgártársunkat meggyőzni arról, hogy érdemes elmenni szavazni. És végül szeretném megköszönni a jelölttársaimnak is a szívós küzdelmet. A választásokat követően együttműködést ajánlok Kis Attila doktor úrnak és Rója István tanár úrnak is. Szeretnék velük a következő hetekben, szeretnék velük a következő hetekben együtt dolgozni, azért, hogy az itt élő választópolgárok számára fejlődést és további építkezést tudjunk biztosítani közösen most már. Szeretném azt is elmondani, hogy a választásokon az elnyert bizalmat arra fogom felhasználni, hogy mindenki képviselője legyek, ne csak azoké, akik rám szavaztak, hanem azoké is, akik ellenem adták le a voksukat. Szeretnék mindenkit képviselni, szeretnék mindenki képviselője lenni. A választási győzelemmel kapcsolatban pedig Orbán Viktortól azt tanultam, hogy amikor az ember megnyeri a választást, akkor két dologra van szükség. A választási győzelmet méltósággal kell viselni, és alázatosnak kell maradni. Alázatot kívánok minden fideszes pártársamnak, politikustársamnak az előttünk álló kihívásokban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!